Na, sziasztok! Egy újabb vlog sorozathoz érkeztünk, ugyanis tavaly, júniusban volt két olyan dal, amire kellett videoklipet forgatni, és úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a Fekete tengerre. tengerre. Igen, és ott ezt egybekötöttük egy kis nyaralással, és ha már ott voltunk, és egy olyan részt választottunk, amelyik egy teljesen új része a román tengernek, hogy gyakorlatilag tényleg akkor lettek kész az épületek, egy teljesen új rész. Ott majd láthattok néhány filmezést a parkból is, tényleg nagyon-nagyon szép. És hát itt forgattunk le egy pár jelenetet a Balaton dalhoz. A nap az, ami igazán számít, nyáron nem alszom. Az esték buli már szélik, nyáron nincs más, csak Balaton. A nap az, ami igazán számít, nyáron nem alszom. Az esték buli már szélik, nyáron nincs más, csak Balaton. És a Ray-Ban... Ray-Ban dolgozik, ahol Imo a főszereplő. Mindenki téged néz, a sarkon betéz. Két kiló húz, csak a fényezés. Legalább akkora, mint a gyocsi porséja. Csak a tiédet az apuci tankolja. Ami rajtad van, olyan varázslatos. A Rolex, a Prada, meg a Michael Kors. Ott van a véredben, mint hámer a jégen fenn. Balaton hashtag maradj életben. Mindenki rád néz, amikor megjöttél. Minden buli helyet ma tudni megtöltöttél. Ma ilyen magadban zárod a belváros. Nálad egyáltalán semmi sem átlagos. De mind a két videoklipet természetesen nem csak itt forgattuk, hanem még sok másik helyszínen is. Ezt a sorozatot, mint ahogy a neve is mondja, hogy sorozat lesz, tehát nem ez az egy rész lesz ebből a tengeres kiruccanásból. Igen, több videóba fogjuk bemutatni ezt a körülbelül egy hetet, amit ott töltöttünk. Hogy teltek a forgatások, hogy telt a nyaralás és a napozás. Gyere és élesd a bőr illatát, nyom néhány szelfit, hogy gyűjjön a like. Holnap indulunk a tengerbe, és végre nyaralunk. Úgyhogy nyaralunk. Igazából most pakolás van, mert reggel nagyon korán indulunk. Ott lesznek az új napozók. Úgyhogy 4-esben megyünk, hajnali 4-kor indulunk. Most pedig szép lassan becsomagolunk. A koncsomomban. Imónak is van ma vette speckó a tengerért. És egy napszemüveget is akart venni, ami nagyon jól állt neki, de ezt végül nem vette meg. De szerintem ő is most már bánja. Most már igen. Ez a bebejelentett nagyjából, ez az 3 órából. Kicsit jól még mindig tovagol. Jaj, nagy. Most tényleg egy hétre megyünk, a másikon mindig mondjuk, hogy annyi csomagol, mintha egy hétre mennénk. De most na most egy... akkor képzeld el, hogy mennyi csomag kell, és tényleg egy hétre megyünk. Fél négy van hajnali, fél négy. És most készülünk azon, mert indulunk, megyünk vegyük egy Gáborikat. És aztán hajrá egy nagyjából olyan 6,5 órás út vár ránk. De ha minden igaz, akkor már olyan dél körül tengernél leszünk. És akkor irány a tenger. Igen, már? Igen. Tenger. Most mennyi van most? 5 óra van mindenkit. 6 és fél óra múlva már. Jó. Igen, mindenki.
megjöttünk végre mamájára. Na, egy szekkorton is napoztunk is. Egy-két helyet, ahol majd fogunk forgatni az egyik új dalhoz.